Ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak, férfiak igen, meg azért nők is vannak. Rémisztő képződménynek nevezte a keresztény heteroszexuális férfiakat és nőket Niedermüller Péter még múlt héten az ATV-n. A DK szóvivője azzal magyarázta Niedermüller szavait, hogy szerinte politikus társan nem konkrét emberekről beszélt. Amíg a jobb jobboldali sajtó ezt úgy magyarázta, hogy Niedermüller Péter emberekről beszél, Péter világossá tette, hogy egy olyan ideológiáról beszélt, ami a Fidesznek a sajátja, és ami nem kívánatos egy európai köztársaságban és szerűen egy szélsőséges. Egyértelműen és durván rasszista kijelentésről beszélünk. A miniszterelnökséget vezető miniszter elítélte a szerinte szélsőséges és rasszista kijelentést. Niedermüller kijelentésére a magyar katolikus Püspöki konferencia is reagált. Azt írták, szomorúan és megdöbbenéssel értesültek arról, hogy 2020-ban Európában, Magyarországon előfordulhat az, hogy nyilvánosan általánosítva keresztény embereket bélyegeznek meg hitük és vallási hovatartozásuk miatt. Novák elődött, ami hazánk mozgalom elnökét, köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát ugye összefoglalva nagyjából a pártok reakcióit, a demokratikus koalíció, hogyha hallhattuk, ugye kiállt Niedermüller Péter mellett, a Fidesz Erzsébet városi szervezetet, üntetés erről napközben be is számoltunk. Az LNP egy határozott bocsánat kérést várna a politikustól, a jobbik viszont azt, hogy távozzon a közéletből. Mi a mi hazánk mozgalom álláspontja Niedermüller kijelentéséről? Torockai László elnökünk rögtön egyértelművé tette egy közleményben, hogy ez elfogadhatatlan, távoznia kell a közéletből Niedermüller Péternek, és hogyha komolyan gondolnák a bal liberális pártok köztük, már a jobbik is a tiltakozásukat, akkor azt a csekély többségüket erodálva ebben az ügyben azt gondolom, hogy elvárható lenne, hogy feloszlassák a képviselőtestületet, kvázi visszahívják a polgármesteri székből Niedermüller Pétert azonban a szavak és a tettek általában nem találkoznak. Látjuk ezt például a Niedermüller Péter által is behozott a településének, a kerületének nyakára hozott Cegédi Csaba esetében is, sőt <coughs> új Buda önkormányzatában is azt tapasztaltam magam képviselőként, hogy hiába nyújtottam be előterjesztést Ceglédi Csaba szerződésének visszavonása érdekében, azok a balliberális pártok, amelyek szavak szintjén tiltakoztak, elfogadhatatlanak minősítették, hogy egy 2010 előtt is jogerősen elítélt politikus bűnözőt hozzon be a DK, akár új-budai, akár hetedik kerületi polgármestere. Valójában már nem szavazták meg ezt az előterjesztést. Ö, mit gondol, nem lehet, hogy mondjuk közösséget vállalnak Müller Péterrel a kijelentéseiben? Ugye nem ez az első ilyen kijelentés. Korábban 2017-ben, ha jól emlékszem, éppen Bőszanet volt az, aki a fehér keresztény nagycsaládos férfiakra helyezte a hangsúlyt. Ugye ő azt mondta, hogy gyakorlatilag az Orbán kormány politikája egyetlen csoportot kezel elsőrangú állampolgárként ők ezek. Tehát számít, vagy számítanak további ilyen célzott támadásokra a társadalom ezen csoportjával szemben? Világos, hogy számukra rémisztő egy olyan család, ahol egy fehér, keresztény, heteroszexuális apa és anya neveli a gyermekeit. A Mi Hazánk mozgalom számára viszont ez jelenti a jövőt, a magyarság számára azt gondoljuk. Erre kellene építeni. És azért el kell gondolkozni azon, hogy mi lett volna, hogyha fordítottja hangzik el mondjuk egy polgármester szájából, és azt mondja, hogy egy cigány, zsidó vagy homoszexuális férfi számára rémisztő képződmény. Azt gondolom, hogy talán az ENSZ biztonsági tanácsát is összehívták volna, de hogy az RTL klubnak a híradója hetekig az úgynevezett jogvédők tiltakozásától lett volna hangos, az egészen bizonyos. Tehát erre a kettős mércére, ahogy a balliberálisok fogadják ezt az elképesztően rasszista család, magyar, keresztény, helenes megnyilatkozást, arra mindenképp fel kell hívjuk a figyelmet, és arra is, hogy ez valóban nem egyedi jelenség. Tehát azt tudom válaszolni szerkesztő asszonynak, hogy csak az elmúlt hónapokból is több olyan példát tudunk hozni. Például Gréci Zsolt, amikor mi Horti Miklós Budapestre való bevonulásának századik évfordulójára emlékeztünk, és ünnepeltük azt, Egyedüli pártként, a mi az mozgalom, amely ápolja Horti Miklós emlékét, akkor ugye például Gréci Zsolt, a, a, a DK-nak akkor még országgyűlési képviselője azt mondta, hogy az a feladatunk, hogy 2022-re a hortizmus ír magját is kiírtsuk, tehát ők folyamatosan ki akarnak írtani valakiket, vagy valamilyen e, eszmét. Egy hónap se telt rá, amikor itt például a szomszédos kerülető a polgármestere, a Momentumos Soproni Tamás egy keresztény döntésre is ragadtatva magát, betiltotta a mi hazánk mozgalom kettős keresztállítását, sőt, a keresztényellenes uszítása oda vezetett, hogy meg is rongálták ezt a keresztet e, többször is, több alkalommal is. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nem egyedi példák, gyakran látunk ilyet. Tisztázzuk itt a hát ugye Niedermüller Péter korábban volt egy vagy tett egy hasonló közfelháborodást keltő megnyilatkozást, közzétett a Facebook profilján egy katolikus iskolákat támadó képet, ugye amin egy katolikus pap kerget két gyermeket. A felirat az volt, hogy vigyázat katolikus iskola. Mi lehet az ellenzéki politikusok konkrétabban a demokratikus koalíció képviselőinek problémája a kereszténységgel, a katolikus oktatással vagy az egyházzal? Mit gondol? Nagyon gyakran látjuk ezeket a, én e, már nem is frajdi elszólásokat, hanem már-már programszintre emelt vagy programszintre emelt keresztényellenes megnyilatkozásokat, vagy döntéseket, hiszen Soproni Tamás Momentumos polgármester esetében már ugye idáig is fajult a helyzet, hogy egy olcsón ácizással elintézve keresztényellenes döntése ragadtathatja magát, és betilthat, betilthatja a magyar címe részét is képező kettős kereszt felállítását. Természetesen nem hátrátok, és nem is szabad hátránunk annak ellenére, hogy ell abban vállalják föl már ezeket a identitásukat, bár azért Nidermüller Péter még egész konkrétan adós ennek felvállalásával, hiszen egy olcsó magyarázkodásba kezdete megnyilatkozása után. Én viszont örömmel fogadom, hogy végre megszólaltak az egyházak is, ezt, hogy eddig és ne tovább. Ideje volna egyfajta kulturális szabadságharcot is hirdetnünk itt Karácsony Gergely fővárosában, ahol például Vasalbert szobrot is az ilyen magyar és keresztény jelenes úszítások nyomán megrongálhattak épp a minap is ugye Csepelem, tehát egyfajta Társadalmi nemzeti összefogásra volna szükség. Mi magunk is, a mi hazánk mozgalom, például az értelmiségi holdudvarunkból nemrég alapított Fekete István Szabad Egyetemnek az első adását nem véletlenül szakácsárpád újságíró fogja tartani a magyar kultúra ellenségei címmel, mert az a kulturális szabadságharc, amit egyébként szorgalmazunk, hirdetünk, amire úgy néz ki, hogy szükség van, főleg itt úgy tűnik, hogy Budapesten, azt ki kell szélesítsük, és egy olyan értelmiségi holdudvarra kellene támaszkodni, és örülök, hogy az egyházak is megszólalnak, és szólaljanak meg az értelmiségek a, 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 különböző közszereplők. Így fog például a Szabad Egyetemünkön is Rafa Ernő történész, vagy Bakai Kornél régész, Paplajos szívsebész professzor is olyan közismert személyek megszólalni, akiket fel kell vonultassunk egy ilyen esetben. Ezt már nem lehet szó nélkül hagyni. Ugye kölcsönösen gyűlöletkeltéssel vádolja egymást a két oldal. Ugye éppen a demokratikus koalíció az, aki azt mondja, hogy a Fidesz narratívája az, ami gyűlöletkeltő, és Müller Péter magyarázkodása is erre vonatkozik. Között, hogy ő nem egy konkrét társadalmi csoportot, nem konkrét embereket jelölt meg, hanem a Fidesz káros kommunikációjára utalt akkor, amikor gyakorlatilag a fehér nacionalista eszmeiséget támadta. Ön szerint is félreérthető volt Nédebülel kijelentése? Abszolút nem félreérthető, tehát tisztán beszélt a politikájuk, ami félreérthető. Tehát, hogy miközben fehér keresztény heteroszexuális férfiak szavazataira is vágynak, őket megtévesztik, az egy félreérthető. De ez a megnyilatkozás, ez egy nagyon Szinte megnyilatkozás volt, nem? Nincs helye itt most magyarázkodásnak. Ordas hazugság, ami magyarázkodás ezt követi, de láthattuk, hogy az összödi beszédet is hogyan próbálták egyfajta őszinteségi rohamá magyarázni és maszkírozni. Elfogadhatatlan ez a hazugság, hogy ezt próbálják magyarázni, és az is, hogy a saját deviancia kultúrá, diktatúrájukat próbálják a mi kultúránkra erőltetni. Ezzel szemben a mi hazánk mozgalom azt gondolja, hogy akkor van jövők, ha jövőnk, ha különböző devianciák, migránsok őrültek zsákutcája helyett, hogyha éppen, hogy a, a fehér keresztény szexuális magyar fiatalokra építjük a jövőt. A Niedermüller Péter ugye a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti képviselőjeként korábban az Európai Parlamentben többször felszólalt ugye a gyűlöletket és a kirekesztés politikája ellen. Erről egyébként épp a napokban az Alapjogokért Központ készített egy összeállítást. A legutóbbi kijelentése alapján ön szerint miféle gyűlöletkeltés vagy miféle kirekesztés ellen szólalhatott fel több ízben is? Én azt gondolom, hogy nagyon gyakran Magyarország ellen áskálódnak külföldön, Brüsszelben, Strasbourgban, adják a lovat a különböző jogvédő szervezetek alá, akkor is, amikor itt igazándiból keresni valójuk nem lenne, például a magyar börtönökben. Én egyébként sajnálata hallottam most Áramtitkár úrtól, hogy ők megkívánnak felelni a straszburgi ajánlásoknak, elvárásoknak, például a börtön viszonyok tekintetében és komfortosabb börtönöket építenek. Ezzel szemben, ha kell, akár a mi hazánk mozgalom szerint fel kellene mondani a Strasburgi Európai Emberi Jogi Bíróság működését alap, megalapozó egyezményt is akár annak érdekében, hogy kikerüljünk végre Strasbourg, a Strasburgi Bíróság joghatósága alól, ahogy ezt Oroszország is megcsinálta, akkor nem lehetne perelni milliárdokra Magyarországot. Minden más ígéret, kísérlet, időszakos felfüggesztés, halasztás, az valójában én azt gondolom, hogy csak időhúzásnak minősül, hogyha valódi megoldást keresünk, akkor lehet, hogy elsőre még merésznek hangzik, ahogy Torockai Lászlónak a határkerítésre maradkozó javaslata is még 2015. januárjában merész gondol gondolat volt a vasfüggöny lebontása után 25 évvel, de mégis már a realitásá vált. Én azt gondolom, hogy a szibériai bérraptartásra vagy a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság joghatóságának felfüggesztésére, Magyarországnak önrendelkezésének a visszaszerzése, az lehet, hogy elsőre merészen hangzik, de a mi hazánk mozgalom e követelései előbb-utóbb a politika napi kell kerüljenek. Lelők, úr, köszönöm, hogy Köszönöm jöttem. a lehetőséget.